Minek néz ki ez elsőre? Sima hőmérőre, elárulom, hogy az is egyébként, hogy közelebb jöhettek, ez a hőmérő valamiben különleges. Mutatja a bal oldalon az úgynevezett száraz hőmérsékletet egy sima higanyos hőmérővel, a jobb oldalon pedig az úgynevezett nedves hőmérsékletet. A higanynak az alja egy ilyen gézbe be van csavarva, és az vízbe van beáztatva, tehát tulajdonképpen párologtatva méri a hőmérsékletet, tehát száraz és nedves hőmérsékletet mutat. A kettő közötti különbséget fogjuk leolvasni, és ebből mi a levegő páratartalmára tudunk utalni egy sima higanyos mérőműszerrel. Te vagy itt a legközelebb, légy szíves olvasni, hogy hány fokot mutat most itt a száraz hőmérséklet. 24. 24-et, jó, olvassuk le akkor a nedves. Az pedig 26. 26. Jó, kettő között hány fok különbség van? Nem mutatok, számolják a 4 fok különbség van. Ha itt megnézzük, itt középen rengeteg szám van, 24 foknál kikeressük a száraz hőmérsékletnél a 4 fok különbséget, akkor az azt mutatja, hogy itt a teremben durván 65%-os a relatív páratartalom. Hát ez egy kicsit nehezen értelmezhető.